Köszöntöm a Kultúrszoba nézőit! Már közel 20 éve foglalkozik csuhéfonással Pete Jánosné iparművész. Alkotásait kiállításokon szokta bemutatni, de nyári táborokban, játszóházakban is szívesen megtanítja a gyerekeknek a csuhétágya készítésének lépéseit. Az iparművész azt mondja, az alkotás már a mindennapjai részévé vált. Kukorica csuhéból készül a kosár. Pete Jánosné népi iparművész csak nem 20 éve foglalkozik csuhétárgyak készítésével. Gyerekkorom óta, már nagymamámnál, mikor voltunk, ő még morzsolt a kukoricát. És akkor mi ott, mint gyerekek, a csutkával játszottunk, mi ott már találkoztunk vele. És akkor utána nem igazán foglalkoztam vele, hanem itt, mikor óvodába dolgoztam, akkor itt valahol a vásárba vettünk egy csuhébabát. És akkor mondod, na most, meg hát a gyerekekkel foglalkoztunk, ilyen kukoricát ragasztottunk, mert nem, már próbáljuk a csuhét. És akkor szétszedtem, és akkor az alapján csináltam másikat. És a következő évben helybe indult egy szakkör, és hát mondom, gondoltam, hogy ott el fogok menni, és megpróbálom, hogy ott. És akkor ott az oktató font már csuhét, és akkor ő vele próbáltuk meg. Hát mondjuk ez egy évig tartott, és akkor utána kerültem be az egyesületbe, és akkor onnan már ment jobban, és hát egyre nagyobb tárgyakat, pici tálakat kezdtem először, meg babákat, meg ilyen kis tyúkot, formácskákat próbáltam. Csak utána egyre jobban tetszett, és akkor minden nap előkerült ez. És akkor mindennapossá vált ez a munka. Ezzel fejezem be általában minden napomat. Csuhét vagy előkészítem, vagy fonom, vagy minden nap előkerül most már. Nagyon örülök, ha kész van egy tárgy, és szép, és zsűrizik, és másnak is tetszik, nem csak nekem. Ahhoz, hogy az alkotások elkészüljenek, augusztus végén közel 40 mázsa kukoricát szednek le. Ebből ő csak nem 5 mázsa csuhét használ fel, mondja az iparművész. Ősszel gyűjtögetjük, úgy szedjük le, hogy utánfutóval, metszeollóval leszedjük kint a csövet, és itt, mint régen fosztották a kukoricát, ugyanúgy fosszuk mi is itthon. És akkor már eleve az kerül föl a téli tárolóhelyre, ami már jó. És akkor még ebből válogatom én ki, hogy melyik mire jó. Úgyhogy hát egy olyan 8-10 utánfutót szoktunk szenni, az annyi 5 mázsa. Úgyhogy egy olyan 40 mázsa kukoricát szoktunk durván leszedni így, és annak a csuhéját. Azt általában egy télen azt feldolgozom. Úgyhogy hát mondjuk az ágyhoz, vagy a dikóhoz nagyon sok kellett, meg hát a lócához is. Hát egy kicsi tárgyakhoz nem sok kell, 10-20 dekányi, de hát gondolom az ágyhoz ehhez több kiló kellett. Mielőtt készítjük a munkát, attól függ, hogy mit szeretnénk, olyan vastagságú csuhét hozok el, mert nekünk fent van a padlásszobába. És hát nyilván a széknek az vastagabb kell, a ilyen babáknak meg a legvékonyabb, legbelső leveleket használom. Azok ilyen sejmesek, meg szépek, angyalkának is ilyen kis sejmeset használunk mindent. Úgyhogy, és akkor ezt, ha kiválogattam, akkor ezt föl kell hasítani, tépni, és akkor egy ilyen ferde lenyírni a végét, hogy tudjam utána sodorni. És akkor indul a sodrás. Be kell áztatni, és akkor indul a sodrás. Uh-huh. És akkor azt mindjárt föl kell vetni a székre, mindenre, mert ezt nem lehet, hogy megfonok egy métert, vagy öt métert, és utána, hanem ezt vizesen mindjárt rá kell tenni a fára. Kaptafán, igen. Arra ráfonom, és akkor mikor teljesen kész, akkor szárad egy-két napon ezen a kaptafán, hogy fölveszi a formáját egészen, és akkor utána tudom levenni róla, és akkor kész. Babákat, amit csinálok, az általában 2-3 óra egy, de hát az ilyen nagyobb tárgyak, székek, ilyenek, ezek 28-30 óra. Az ágy mondjuk, a dikó itt mögöttem, ez egy 100 óra legalább. Az alkotásait már számos kiállításon és rendezvényen mutatta be. Legutóbbi a betlehemi istállót prezentálja, amelyet eredetileg a Tolnai Magházban szerettek volna kiállítani, azonban a járványügyi szigorítások miatt erre nem kerül sor. A betlehem elkészítése közel 30 órát vett igénybe. A Szent Család van, a József Mária kis Jézussal, akkor pásztorok van, kettő meg a három király, és akkor van benne egy szamár szerintem, meg a bárány, meg a dromedár, amivel legtöbb gondom volt megcsinálni. Általában óvodáknak adom oda, vagy családba, ha valaki kéri, szeretne egy ilyen csuhé betlemmel, mert ő nekik adok, szívesen csinálok. Az elkészült alkotásokat nem csak kiállításokon mutatja be. Gyerekeknek nyári táborokban, játszóházakban is népszerűsíti a csuhéfonást. Környékbeli falvakban nagyon sokat kiállítottunk már mindenhol, rendezvényekre hívtak bennünket, nagyon sokat a Magházba. Ott húgommal is állítottunk ki, meg ilyen, most ugye a
karácsonyi kiállítás lett volna. Húsvétre is készültünk, de az se igazán sikerült, de most a legutóbbi az, amit Népművészeti Egyesület hirdetett, az a régió, dél-magyarországi régió kiállítás, az sikerült a Babicsba megtartani, úgyhogy bizakodva nézünk a jövő elé, hogy talán majd tavasszal indul tovább. Most akkor húsvétre készülünk már. Hát a gyerekekkel is szívesen foglalkozunk, hogy nyári táborokba hívnak, oda megyünk szívesen, akkor most karácsony játszóházba, hát talán sikerül, ha lehet, vírus miatt, de egyre kevesebb most a vírus miatt nem. De egyébként megyek, a Nagy Családosok Egyesülete is hívott, oda is szerettem volna elmenni, de hát nem tudtam vírus miatt, úgyhogy oda küldtem egy pár angyalkát, tálat, mindent, hogy azért kicsit hozzájáruljunk a karácsonyukhoz. Ajándékba adok, igen. Általában úgy el nem adok senkinek soha, úgyhogy ha valamit szeretne, akkor azt, hogy megcsinálom, és akkor baráti társaságoknak adok, akkor ilyen tájháznak, mint adok, ilyen Székesvább széket befonom nekik. Gyerekek, ha jönnek, ide kézműveskedni, akkor szoktam neki többet, hogy mindenkinek legyen egy-egy baba, meg minden, akkor ő nekik adok, meg úgy próbálok segíteni. Az iparművész azt mondja, számára a csuhétárgyak készítése egyfajta kikapcsolódás. Van, hogy akár éjszakában nyúlóan alkot. Engem ez teljesen kikapcsol, megnyugtat, úgyhogy a napi munkába teljesen kivesz, úgyhogy általában én este tudom ezt csinálni, mert hát napközben ugye dolgozom, anyukám is, őt is el kell lássam, úgyhogy este 8 után általában akkor ülök le, és akkor valamikor éjfélig, egy óráig ezt csinálgatom, és akkor teljesen másik dimenzióba kerülök ezáltal. Kiállítás nyílt Szálkán a Svábság összegyűjtött, kézzel készített és díszített textíliáiból. A helyi népcsoport nagyon figyel arra, hogy ne felejtődjenek el a hagyományaik, és hogy a felnövekvő nemzedék minél több szálon kötődjön őseikhez. Ez a pici fiúcska valószínűleg pár év múlva már vígan harmonikázza majd nagyszülei vagy dédszülei kedves melódiáit. A hagyományok tovább örökítésének egy formája, hogy a gyerekeket bevonják a tevékenységbe, akik ezáltal észrevétlenül is megtanulják az adott mesterség fogásait, legyen az muzsikálás vagy bármely kézműves foglalkozás. A szálkai sváboknál, ahogy más településeken is, szokás volt a hideg idő beállta idején kézi munkák készítésével elmulatni az időt. Javarészt olyan eszközök vagy textíliák készültek, melyek jó szolgálatot nyújtottak a ház körül. A hagyomány múlóban van, de az örökséget minden érdeklődő számára elérhetővé kívánták tenni. A kiállítás címe Nagyanyáink kézimunkái, és az ötlet az onnan jött, hogy a nemzetiségi, Szálkai Német Nemzetiségi Önkormányzatnak nagyon sok összegyűjtött anyaga volt, van a helyi németségtől, és ezek között nagyon sok a kézimunka, ilyenek, mint falvédők, törölközők, himzett törölközők, lepedők, ágyneműk, és még sok minden más, szőtt szakajtók, szakajtókendők, amik ki vannak himezve, zsebkendők, kötények, tehát sok minden. És van egy ház, ahol majd ez folyamatosan kiállításra kerül, és van egy állandó kiállításunk is, ahol néhány darab van, de gyűlik, egyre több, és szerettük volna, ha a nagy közönség is látja, és mindezt összekötve másoknak az anyagával is, tehát nem kimondottan nemzetiségi, hanem akár milyen vidékről, vagy csak egy egyszerű, hagyományos kézimunka. Én úgy gondolom, hogy mindenki számára szükséges bemutatni, akit valamilyen érdeklődést tanúsít, ha már Szálkán lakik, vagy hát akár a környező településekről idejön, hogy a gyökereket megmutassa az ember, és mindazt bemutassa, ami még fellelhető és megtalálható. Hát ezért próbáltuk összegyűjteni azokat az anyagokat, ami most tulajdonképpen előbb valamikor talán elkészül az az épület, amit az önkormányzat megvett, és majd használatra átadja a nemzetiségi önkormányzatnak. Hát erre még pályázni kell, hogy annak felújítása az olyan formában történjen, hogy ezeket az anyagokat, tehát nem csak ilyen szövések és kézimunkák vannak, hanem rengeteg más használati tárgy, és valamint bútorzat is, tehát rengeteg anyag.
Mit csinálnak a mai fiatalok? Tette fel a kérdést Papper Józsefné, a kiállítás megálmodója. Olyan tevékenységekkel mulatják az időt, melynek nincs kézzelfogható eredménye is haszna. Pedig a számítógép, a tévé vagy a mobiltelefon nyomkodása helyett unalmas óráikat eltölthetnék hasznos dolgokkal is. A járvány miatt sok minden elmaradt már ebben az évben, és tulajdonképpen el lehet magunkat foglalni másképp is, mint hogyha leülünk a tévé elé, és csak bámuljuk a képernyőt vagy a számítógépet. Tehát lehet ma is kötni, horgolni, himezni, varni, nagyon sok mindent, de hát nem biztos, hogy tudják, hogy honnan induljanak el. Na most gyönyörű dolgok és hasznos dolgok, tehát nem olyan dolgokról van szó, hogy hú, most megcsináltam, aztán beteszem a szekrénybe, ezeket lehet használni, lehet terítőnek használni, lehet egy szép kesztyűt kötni, lehet egy pacskát kötni a téli hideg napokra, de lehet egy mellényt is kötni, és lehet szép csipkéket horgolni. Egy foltvaró kör van, de hát én is részt veszek benne, de hát mi csak, nem csak foltvarrással foglalkozunk, hanem a foltvarráshoz kapcsolunk hímzést is, kapcsolhatunk hozzá kötést is, horgolást is, én magam is horgolok is, kötök is, tehát a foltvaró körbe is benne vagyok. Hát a foltvarást is, mint egy divatos kézi munkát föl lehet dobni egy-egy másfajta kézi munkával. A gyerekek bevonása a hagyomány megélésében már az óvodában elkezdődik. A nemzetiségi csoport tagjai tanulnak olyan elemeket, amely a szálkai sváb hagyomány része. Valamilyen formában biztos, ugyanis valamikor nemzetiségi nevelést volt az óvodában, de utána hát az óvónők, mert több is volt, tehát egymás után külföldre mentek, és akkor át kellett alakítani, ugye, mivel nem volt nemzetiségi nevelés. De most is tanulnak németül különböző játékokat, és ennek alapján, ahogy említettem, nemzetiségi esten ők szerepelnek, és német játékokat, verseket, énekeket adnak elő. Tehát majdnem azt lehet mondani, hogy továbbra is megvan a nemzetiségi nevelés, mert visszajött az óvónő, és tulajdonképpen így folyik a nevelés az óvodában. A kiállítás anyagát részben a szálkai lakosok önkéntes felajánlása adta össze. A cél az volt, hogy bárki gyönyörködhessen az elmúlt idők asszonyainak kézügyességében és kreativitásában. Sváb erekéket főként a régi szálkai sváboktól, sajnos többségük már elhalálozott, de az örökösök, mivel olyan lakásban laknak, hogy nem úgy tudják hasznosítani, meg tudják, hogy van nálunk ilyen hagyományápolás, ezért nagyon sokan a rendelkezésünkre is bocsájtották, és ennek nagyon örülünk. Aztán a csipkéket és a kötéseket, azt viszont egy-egy tulajdonos most szívesen adta a kiállításra, hogy más is gyönyörködjön benne. A helyi németek nagyon várják, hogy végre tulajdonba kaphassák jövőbeni tájházuk épületét, ahol nem csak időszaki kiállításként dicsekedhetnek saját múltjuk értékeivel, hanem minden szálkára érkezők számára adhassanak egy falat hagyományt. Annak, akit érdekel, hogy éltek, mit alkottak az itt élők a korai időkben. Van-e még a könyvnek létjogosultsága? Olvasnak-e még az emberek? De ha igen, akkor milyen hordozón? Ezekre a kérdésekre kerestük a választ különböző fórumokon. Szükség van-e a könyvekre és a könyvesboltokra? Ezekre a kérdésekre kerestük a választ szerte Tolna megyében. Nagyon nagy, fontos a szókincs, ugye már a gyerekkorban el kellene kezdeni. Ezt én is úgy nőttem fel, hogy az édesapám minden nyári szünetbe, illetve tehát minden kötelező olvasmányt elolvastunk, de ez mellett a nyári szünetben mindig jelölt ki könyveket. Emlékszem, hogy 12 éves voltam, és akkor olvastam a Nürnbergi 12-t, de sok Rejtőjenőt olvastam, és ez fontos, a nagy indián könyveket. Nagyon fontos, mert a szókincs, a gondolkodásmód, a választék, és fontos a könyv. Igen, én nem szoktam el könyvet olvasni, jók a filmek is így van, és nagyon ritka az, és azért tanácsolnám mindenkinek, aki ezt esetleg nézi vagy hallgatja, mivel soha nem az az élmény. Egyszer volt egy olyan élményem, amikor az elképzelésem találkozott a valósággal a filmben. Észre lehet venni, hogyha valaki olvas, vagy nem. Igenis, mert a gondolkodásmódot segíti, és nagyon jó időtöltés. Így gondolja ezt Kis Krisztina is, aki egy bonyhádi könyvesboltot vezet.
nem váltja ki az internet a könyvek nyújtotta élményeket, mivel a könyvek egy komplexebb élményt nyújtanak az olvasónak. Régebben, amikor a tévéműsorokból nagyon sok lett, amikor megjelentek a kereskedelmi adók, akkor is föltették ezt a kérdést, hogy a tévénézés vagy az olvasás. És aztán az idővel az lett tapasztalható, hogy a tévéműsorok alapján újabb könyvek jelentek meg, a krimi sorozatok, a különböző tévésorozatokról, a tévésorozatok szereplőiről jelentek meg könyvek, akkor a filmekről jelentek meg könyvek, hogy készülnek a filmek. És azóta azt tapasztalható, hogy ha valamelyik könyv alapján film is készül, akkor utána a könyv iránt is megugrik az érdeklődés, sokan keresik, és utána megállapítják, hogy hát a könyv az nagyobb élményt nyújtott. Használják a könyveket az emberek a tanuláshoz, iskola rendszerű tanuláshoz, a tankönyveket, amik biztos ismereteket nyújtanak, ellenőrzött ismereteket, rendszerbe foglalják őket, és komplexül dolgoznak föl egy tananyagot. Ezt úgy gondolom az internet azért nem biztosítja. Vagy kiemelném a nyelvkönyveket, amik didaktikus módszerekkel segítik a nyelvtanulót abban, hogy megtanulják a nyelvet. Ez pillanatnyilag még más módszerekkel nincs biztosítva. A második terület, ahol nagyon sokat használják a könyveket, az ismeretszerzés, illetve az iskola rendszeren kívüli tudás megszerzése. Ismereteket nagyon gyorsan lehet az internetről letölteni, információkat, adatokat, dátumokat, fogalmakat, életrajzokat. Azonban, hogyha valami komplexebb ismeretre szeretnénk szert tenni egy témakörbe, akkor célszerűbb egy kézikönyvet megfogni. Példának hozhatnék úti könyveket. Ha az ember turistaként elutazik valahova, az internetről remekül le tudja tölteni a legfontosabb látnivalókat, a legnépszerűbb turista látványosságokat. Azonban, hogyha meg akar ismerkedni egy országnak vagy egy tájegységnek a kultúrájával, művészetével, történelmével, akkor célszerűbb, hogyha egy úti könyvet fog a kezébe. A harmadik nagy terület, ahol használjuk a könyveket, az pedig a szórakozás területe. Más technikával dolgozunk, olvasunk az interneten, ott általában ilyen úgynevezett válogató olvasást alkalmazunk, amikor bizonyos kulcsszavakat próbálunk keresni, és minél gyorsabban, minél több információt kigyűjteni. Amikor szórakozásból olvasunk, akkor ez az egész folyamat egy kicsit lelassul. Nem passzív befogadók vagyunk az ismeretekről, hanem aktívan használjuk a fantáziánkat. Sági Lajosné, a Bátaszéki Könyvtár vezetője is elfogult a kérdéssel kapcsolatban, és azt mondja, hogy a könyvtárnak külön nagy szerepe van abban, hogy az emberek újdonságokat tudjanak olvasni. Egy olvasó ember számára a könyvnek mindig van, és lesz is létjogosultsága, még pedig azonoknál fogva, hogy más dolog egy eszközt fogni a kezembe, és más egy könyvet. Tehát azt az élményt, hogy egy könyvvel én félrevonulhatok egy sarokba, ott oda kucorodhatok a fotelba, és ott kedvemre olvashatok, akkor lapozok vissza, amikor én akarok, ott hagyom abba, amikor abba szeretném hagyni, és ebbe senki nem befolyásol, ezt nem lehet másra pótolni. Tehát most lehet itt mindenféle eszközt kitalálni arra, amiről mi olvashatunk, meg letöltünk, meg egyebek, de a könyv élménye, a fizikai valósága az semmivel nem pótolható. Tehát én azt mondom, ha valaki alapból szeret olvasni, neki az örök álom, meg a kézzelfogható valóság az mindig is a könyv lesz, és ezt nem tudja szerintem semmi sem elvenni a könyvtárnak. Meg azért van ebben a folyamatban létjogosultsága és fontos szerepe, mert az nagy öröm, ha valaki olvas, meg tud is könyveket venni, de nyilván akkora a kínálat, hogy azt nem fogja tudni megvásárolni otthonra, tehát le kell válogassa. Na most ebben a válogatásban mi tudunk neki segíteni, mert ugye mutatunk kínálatot, nekünk ez van, egyfajta iránymutatás, van egyfajta átvezető irodalom, amikor azt mondom, hogy nem csak, ugye régen így mondtuk, hogy nem csak lektűrt olvasunk, hanem igényesebb, értékesebb irodalmat is, tehát ezt
ez egy folyamat, ezt mindenkinek végig kell járnia, meg kell találnia a maga ízlését, és ennek az ízlésnek megfelelően ők már, mint olvasók, képesek arra, hogy bejön, keres magának könyvet, ugye, ami most per pillanat fizikai valóságában lehetetlen, viszont ugye itt lép életben az, hogy a könyvtáros, amikor folyamatban van, vagy kapcsolatban van az olvasóval, hogy mennyire fontos az, hogy ismeri az ízlését. Tudja, hogy milyen stílusú könyveket szeret, hogy regényes irodalom, történelmet, hogy egy krimit, vagy egy romantikus regényt, és ennek megfelelően most ebben az adott helyzetben tud neki könyveket kínálni. Tehát biztos, hogy el fognak hozzánk azok az emberek továbbra is jönni, akik valóban szeretnek olvasni. Mert egyszerűen akkora a széles kínálat, hogy nem fogja tudni magának megvásárolni, tehát mindenképp el kell jönnie egy könyvtárba. Az nagyon jó dolog, ha van némi lehetősége arra, hogy otthonra is beszerezze, de szerintem egy-egy gyöngyszemet, az biztos, hogy mindenki megveszi magának, mert olyanok vagyunk, hogy ahhoz szeretünk ragaszkodni. Tehát ezek ilyen fontos dolgok, hogy bármikor levehessem a polcról, beleolvashassak. Nekem vannak ilyen könyveim, amik így megvannak oldaljelölve, mert olyan dolgok és gondolatok vannak benne, amiket muszáj többször visszaolvasni. Nagyon örömteli, hogy egy picit visszajönnek majd a fiatalok, akik most fiatal szülők, és ha ők annak idején részesültek a szüleik részéről, én ezt mondom, ez fontos, tehát otthon abban az élményben, hogy volt könyv, olvastak, hozzáfért, neki is volt, ha csak 5 darab kis könyve, de azt tudta, hogy az övé, akkor már lehetőség van arra, hogy az igény kialakult benne, hogy ő ezt továbbadja a gyerekének, és azért nem mondom, hogy nagyon nagy számban, mert sajnos nem, de tapasztaljuk azt, hogy kisgyerekes szülők jönnek, hozzák a gyerekeket, mutatják nekik örömmel. És hát egy gyerekolvasó, amikor a legnagyobb vidámsággal bemegy a gyerekkönyvtárba, és egyszerre akar mindent hazavinni, ettől nagyobb öröm meg nekünk nem kell. Borbély Molnár Zsuzsanna is a könyvtárat használja a leginkább, de egy-két érdekesebb darabot ő is megvásárol. Gyakran olvasok könyvet szinte minden nap. Vannak időszakok, amikor kicsit hanyagolom, de úgy általában tényleg mindennapos könyvolvasó vagyok. Általában könyvtárba járok, de vannak olyan írók, akiknek a könyvét szívesen megvásárolom. Azt gondolom, hogy rettentően fontos, tehát kell kikapcsolódás, kell, ha... hogy mondjam, ezekben nehéz időkben nagyon sok jó gondolatot lehet a könyvolvasás által pozitívan gondolkodni, és én azt gondolom, hogy ez nagyon kell. Tehát nem csak most ebben a helyzetben, hanem mindenféle helyzetben egy-egy nagyon jó dolog. Fejlődik a világ, ugye az elektronika, minden, és van, aki kényelmesebbnek gondolja, hogy azzal együtt működik ezzel a dologgal, de én azt gondolom, hogy a könyv illata, meg a könyvnek a maga tapintása az egy külön élmény, és azt gondolom, hogy erről biztos nem fognak az emberek leszokni. És hogy csökkent-e a könyvek iránti érdeklődés? Abból a szempontból tapasztaltam visszaesést, hogy ugye a könyvforgalmazásnak más formái is vannak, nem csak a könyvesbolti értékesítés, hanem megjelentek az online piacok is, úgyhogy így bizonyos visszaesés tapasztalható, igen. Megjelentek ugye az e-book olvasók, amire az ember szintén azt gondolná, hogy konkurencia, vagy a digitális olvasás konkurencia a nyomtatott könyveknek. Nagyon sokan itt azt mondják, hogy egy idő után fárasztja a szemet, megfájdul a fejük, és nem nyújtja azt az igazi olvasás élményt, amit egy kézzel fogható nyomtatott könyv nyújt. A gyerekkönyvek egyáltalán nem helyettesíthetőek internettel, mert az a közös mesekönyvnézegetés, a mondókázás, versikék olvasása, mesélés egy olyan bensőséges hangulatot teremt a családba, ami esetleg egy életre szóló élményt is jelenthet. Nagyon sokan ajándékoznak még könyvet, mert még nagyon sokan értéknek tartják a könyvet, és hát sokan szeretnek olvasni.